Góranga. Ma van édesanyám születésnapja. Tehát? Ma van anyám napja. Május első vasárnapja, anyák napja. Ez pontosan olyan, mint a karácsony. Ha van kivel, és van kit megünnepelni, akkor általában egy örömteli ünnep. De ha nincs, akkor vagy semmilyen, vagy szomorú. Amióta tanulmányozgatom a védákat, tehát ugye az elenyésző is, és minimális tudás, amit eddig sikeresen összekapirgáltam, már ez is elegendő volt ahhoz, hogy átértékeljek dolgokat, és máshogy tekintsek például ünnepekre és személyekre. Ugye az én jelenlegi megértésem szerint az életet nem édesanyámtól és édesapámtól kaptam, hanem a Jóistentől. A szüleimet azért kaptam, mert ők voltak az első guruim pillanat. Ráadásul az én anyukám eleve tanítónő volt. Tehát Egerben volt egy hatos iskola, úgy hívták, vagy hát Balasinak is hívták, Balasi Bálint általános iskola, de amúgy hatos iskola. És hát rengeteg, hát az volt a legnagyobb iskola Egerben. 1200 gyerek járt oda egy időben. Már nem, tehát egyszer egy évben. Borzalmas nagy iskola volt. Nem is tudom, 40 meg 46 fős osztályok. Én az egyesbe jártam, ott ilyen 30-32 fő volt az osztály. Most kit érdekel? Na mindegy, a lényeg az, hogy én lehettem anyukám kiemelt tanítványa, és bár az életemet nem neki köszönhetem, az anyagi testemet igen, természetesen az anyagi testemet azt anyukámnak meg apukámnak köszönhetem, de magát a tudatot, magát a lélek szikrát, ami áthatja az élettelen testet, azt nyilván csak a Jóistennek. Hogy a Jóisten anyukámékhoz rendelt leszületni, ami nyilvánvalóan nem véletlen, hanem egy kegy és egy áldás, akármilyen nehéz, vagy akármilyen könnyű valakinek a szüleivel a gyermekkora és az élete, az mindig egy eleve elrendeltetett dolog, tehát semmiképpen sem véletlen. Viszont a legnagyobb tanítását édesanyám akkor adta át, amikor elhagyta a testét. Tehát a legnehezebb és legnagyobb leckét, oktatási anyagot az élete utolsó pillanatában adta át nekem. És nagyon jó pedagógus volt. Foglalkozz már velem, ne hallgatj a telefonnal. Ha nem így lenne, tehát ha ő nem lett volna jó tanító, akkor én most nem ülnék itt. Az, amikor ő tényleg a szívét, lelkét kitette, értem, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó, úgy volt jó minden, ahogy volt. És nagyon sokat ízlelgetem ezeket a nevelési dolgokat, hogy mikor teszünk jót valójában a gyermekünkkel, mennyire szabad és mennyire kell mondjuk úgy keményen fogni egy gyermeket, és mennyire szabad és lehet elkényeztetni
egy gyermeket is, ennek esetleg milyen következményei lesznek a felnőtt korát illetően. Az én szüleim nagyon megbocsátóak és elfogadóak voltak velem. Nem ezért lettem drogfüggő, meg börtöntöltelék. De tudtam, mindig tudtam, hogy megbocsájtanak, és hogy bármekkorát hibázzak is, van hova hazamenni. És akkor következett be a nagy tanítás, hogy kisfiam, elfáradtam, útra kelek, innentől kezdve állj a saját lábadra, és már nem lesz hová hazajönni. Apukám ment el először, és utána anyukám. Akkor éreztem meg valójában, hogy milyen a magány, és milyen egyedül lenni. Lehetnek barátaid, barátnőid, szeretőd, szerelmed, élettársad, bárkid. De amikor elveszíted a szüleidet, feltéve, hogy volt köztetek egyáltalán kapcsolat, akkor tapasztalod meg valójában a magányt. Tehát még egy férj elvesztése, és egyébként egy gyermek elvesztése sem hasonlítható egy szülő elvesztéséhez. Valahogy úgy. Tudjátok, hogy érzem, vagy hogy éreztem magam? Mint az a virág, amit kitéptek, és elválasztották a gyökerétől. Na, pontosan úgy éreztem magam, mikor mind a két szülőm elment. Én rendkívül rosszul viseltem a szüleim eltávozását. És ez vezetett ahhoz, hogy tulajdonképpen meg akartam tudni, hogy mi lett velük. Nem tudtam elfogadni, hogy lebomlanak kukacok, vagy krematórium és füstéválás, meg porból lettél, porrá leszel, stb. Ezt én nem tudtam elfogadni. És bár volt alapvetően egy vallási beállítottságom, de ez indított el. Most már tudom, az önmegvalósítás útján. Tudni akartam, hol van anyukám. De a mennyországban. Mi az a mennyország? És a pokol, akkor miért és meddig? Stb. Ugye most már tudom, hogy a jelenlegi cselekedeteinkkel folyamatosan készítjük elő a következő testünket, és a testünk elhagyása pillanatában ugye a finom fizikai testünk, ami beburkolja a lelket, ugye elhagyja a durva testet, és beköltözik egy másikba. Tehát anyukám, ugye most már üttem én 8 éves kisfiú, vagy kislány, valahol, már valószínű iskolába jár. Nekem ez olyan mérhetetlen megnyugvás. A másik dolog, ami számomra elhozta az igazi békét és megnyugvást, hogy akkor tehetek a legtöbbet édesanyámért, hogyha mondjuk úgy nem vallásilag jó emberré válok. Azt a mérhetetlen sok jót. Tehát nem csak azt a testi szenvedést, amit ugye eleve az én megszülésem okozott, tehát továbbra is hangsúlyozom, az életet én a jó Istentől kaptam, de az anyagi testemet, az ezzel járó fájdalmat,
a rengeteg sok évtizedeken át tartó nehézséget, lemondást, alkalmazkodást. Azt anyukámnak azért miattam kellett elszenvednie. És nyilván azért egy anya mindig többet szenved a gyermekért, vagy több áldozatot hoz a gyermekért, mint az apák. Vannak kivételek, most ebben nem megyünk bele, én a saját életemről tudok csak kommunikálni, vagy nyilatkozni. Tehát édesapám nagyon sokat dolgozott, és stb. Stb. De a szerető családi hátteret azt anyukám biztosította jóformán egyedül. Jóformán egyedül. Ezt anyagi értelemben a büdös életben nem lehet visszafizetni, visszahálálni, visszaadni. De amikor megérti az ember, hogy nem csak egy élet van egyébként, de egy élet van, csak az öröktől fogva való és örökön létező, de ez az anyagi testes leszületés, én úgy szoktam mondani, anyagi világban bohóckodás, ebből millió és millió van. Ahogyan hat az ember a másikra életében, a szülőknél ez a hatás és ez a kapcsolat túlmegy a testelhagyáson, tehát a halál pillanatán, és a gyermek, a hátra maradott utód viselkedése és cselekedetei továbbra is hatást gyakorolnak az akár már addigra elvesztett szülőre. Függetlenül attól, hogy ő már egy új testben van, de a lelke és a karmikus dolgai azok mennek tovább, tehát van, jelenleg is van. Én mindkét szülőmért akkor teszem a legtöbbet, megint csak úgy tudom mondani, röviden, ha jó emberré válok. Miből áll jó embernek lenni? Erről 1000 videón van. Nem 1200, de abban nagyon sok a hangos pénz. Először is nem ártani senkinek. És ezen felül, amennyit csak lehet, hasznára válni a téged körülvevő világnak, nem csak az embereknek, mindennek és mindenkinek. Pedig esik ám az eső. Nem esik, csak így szemerkél, mert most ugye sírnak az angyalok, mert anyukámat könnyezik, de valójában már azt is megérti az ember, hogy a halál egyáltalán nem rossz. A halál tulajdonképpen egy vizsga. És ami nekem igazából az egyetlen jóvá tehetetlen bűnöm, nincs ilyen se, hogy bűn, de mindegy. Szóval vétkem, vagy hiányosságom, vagy bepótolhatatlan és jóváltetetlen bakim, hogy nem voltam anyukám mellett, meg apukám mellett se, amikor ők elmentek. Viszont abban az időben, amikor ő eltávozott, akkor bizony én még nem éltem lelki tudatosan. És pontosan ez kellett ahhoz. Ez a jóvá tehetetlen hiba, vagy vétek, vagy baki, hogy egyáltalán elgondolkozzak azon, hogy hogyan tehetném ezt jóvá. Fölmegyek, mert már annál jobban esik, mint amennyire. Látjátok, itt beborult. Ráadásul anyukám születésnapjára virágba borult egy kaktuszom. Ezt is megmutatom nektek. Nagyon rövid ideig, egy-két napig virágzik. Egy évben. Milyen tiszta a kamera? Nagyjából. Ezt nézzétek meg.
És két nap múlva már nem lesz rajta semmi. Tehát ő csak most virágzik. Átültethetetlen, tehát ennek olyan tüskéje van, ha véletlenül beléd áll, akkor nem bírod kiszedni, csak így kiszaggatni, de mindig beletörik valamennyi, mert ilyen kampós, mint egy horog, és az mindig begyullad. Úgyhogy sajnos ő már azt hiszem harmadik éve van ebbe a kis fém technőbe, de hát szeret itt, mert látjátok, tehát jól érzi magát. Na ő ma borult virágba, képzeljétek el. Pillanat. Nisi ma pedig így gyönyörűen így befészkeli magát ilyenkor az üvegasztal alá. Összegömbölyödik és alszik. Hagyjál békén. Oké. Mert így pont nem esik rá az eső. Ja, Lara. Hát, mindegy, ebbe is volt egy kis sorszerűség, nekem nagyon feltűnt, hogy anyám, édesanyám Klára volt, Klara, és egy bizonyos jeles ünnepnapon anyukám névnapja magasságában került hozzám Lara. Aztán tavaly pontosan ugyanezen a napon találtam egy kávéfőzőt. Sok kávéfőzőt találtam már, mert ugye hát az emberek ide jönnek, ha nincs az apartmanban, esznek egyet, aztán ugye hát kidobják, mit csinálják, tudjuk, ugye haza. Na, nem látszol? Szent Klára. Ezt anyukám születésnapján találtam. Ezt a kávéfőzőt. Azóta is itt van. Nem főztem még benne kávét. De lehet, hogy ma főzök. Egyet. Na, ha már itt vagyok, megmutatom nektek a kis ezért sajtolvajt. Ő volt a kis sajtolvaj. Ő nem egérke, ő patkányka. De nagyon szép kis patkányka. Este majd elviszem elengedni. Érdekes, hogy ő nem eszik fogságba. A többi patkánya szokott tenni, mert teszek benne mindig mandulát, meg ezt-azt. Na szóval ezt tudom tenni. És ez az anyukám öröksége. Tisztelni az életet, az élőlényeket, a környezetet, a világot. Anyukámnak azért elég nehéz személyisége volt. Valójában nem volt túl jó az élete. És ez úgy idős korára már nagyon-nagyon meghatározóvá vált. De jobban belegondolva, ezek sem véletlenek. Tehát nekem csak pusztán az anyukám életét figyelve, és azon meditálva rengeteg sok kérdés került megválaszolásra. Hogy mennyire fontos, hogy az ember milyen energiaszinten, energiarezgésen tartja magát. Hogyan és kikkel tart kapcsolatot. Mennyire ragaszkodik esetleg mérgező emberekhez és kapcsolatokhoz, és ennek aztán milyen eredménye lesz. És végül a hiány, az eltávozás, és hogy is mondjam nektek, az a bizonyos véglegesség, amikor nincs további lehetőség javításra, jóvátételre. Anyukám elvesztése volt az a pont, amikor úgy ténylegesen megérted, hogy van egy bizonyos időd bizonyos feladatokra,
amit ebben az életben kell megoldani, és mindenkinek adatik az életben némi idő, amit azzal tölt, amihez kedve van, rajtunk áll, hogy kihasználjuk, vagy elpocsékoljuk, de soha egyetlen napot sem kapunk vissza. Mindig, nem mindig, de azért nagyjából elég sokáig tanultam és tudtam leckéket. Értettem meg tanításokat, de valójában amíg a szüleim éltek, addig elméletben tudtam sok mindent. Körülbelül ezt úgy tudom nektek mondani, mintha valaki elmegy mondjuk, nem tudom, mondjuk orvosi egyetemre, és 5 évig tanulja az iskolapadban az agysebészetet, aztán kikerül az iskolából, és ténylegesen elkezd agyakat műteni. Tehát nekem ez a gyakorlatba ültetés, gyakorlati megvalósítás, a rengeteg szent lecke, a rengeteg tanítás valódi megértése és megtapasztalása csak azután következett be, amikor elment a gurum. És a guru, a tanító, a szülő a tanításaiban él tovább. Tehát a mai napig, ha olyat teszek, vagy éppen nem teszek, amit anyukám rosszallana, akkor úgy egyből megjelenik hangformában, vagy képi formában. Szinte látom magam előtt. Hát de kisfiam, mindig ezt mondta. Hát de kisfiam, hogy lesz ilyen hülye? Ja, és egyébként apukám is. Apukám előtt lényegesen nehezebb, úgymond. Annak bizonyítása, hogy én jó ember, ha még nem is vagyok, de talán lehetek. Édesapám rendkívül materialista volt, borzasztóan anyagi, tudatos. És valójában én már az anyagi világban nem akarok bizonyítani. Tehát nem vágyom olyan egzisztenciális vagy anyagi sikerekre, ami apukámat örömmel tölteni el. Tehát valami komoly beosztás, esetleg valami főnök, szerep, ugye saját ház, saját autó, külsőségek. Neki, apukámnak ez nagyon, nagyon fontos volt. Hát ő igazából úgy mondta, hogy anyagi biztonság, tehát legyen egy fedél a fejed fölött, legyen mit enned, de hogy ez biztosítva legyen, meg ugye az egészséget, stb. Anyukám vallásos volt, de mint nagyon sok őkorabeli vallásos személy, valójában gyakorolta a vallást, csak nem értette. Tehát azok a rituálék, templomba járni, litániára járni, gyónni, áldozni, stb. Hogyha valaki végez ilyen liturgiákat, meg ilyen tehát külsőségeket, de nem rendelkezik hozzá a mögöttes tudással, hogy mit, miért és hogyan, akkor valójában a vallás gyakorlás sok esetben csupán időtöltés. Tehát elmegyek a templomba, mert ne legyek otthon. És anyukám tudom, hogy próbálta megérteni, próbálta megvalósítani, de nem volt egy jó lelki tanítómestere. Nem volt ott egy olyan atya,
Egy időben volt, de aztán őt áthelyezték, és akkor utána megszűnt. Anyukámra jól hatott egy bizonyos lelki atya, aki aztán kihelyezték vidékre, úgy mondjuk. Tehát áthelyezték egy másik plébániára, és akkor utána, aki már volt, ő vele már nem tudott kialakítani egy ilyen bizalmi kapcsolatot. Nyilván ez sem véletlen. Anyukám nagyon-nagyon sokszor volt egyedül. Még társaságban is. Tehát ezeket a sok ember közt, vagy a leginkább egyedült, meg egy csomó mindent, amikről én a videókban szoktam nektek beszélni, ezt anyukám mutatta meg nekem, úgymond a saját kárán, és akkor én ezekre ugye nem is voltam figyelemmel, nem is érdekelt, és nem is tudtam, hogy anyukám az életével tanít. És hát természetesen szomjaznod kell ahhoz, hogy megismerd a víz értékét. Tehát meg kell halni ahhoz, hogy megismerd az élet értékét. És mint minden festőnek, ugye a festményei az ő halála után lesznek értékesek, hát az anyukám tanításai is a halála után váltak értékessé, és ennek is így kellett lennie. De ami egy nagyon nagy áldás, és egy nagyon nagy, ha úgy tetszik, szerencse, hogy Krisna kegyéből megértettem, hogy mi a feladatom. Természetesen az önmegvalósítás a feladatom, de hogy megértsem azt, tehát ezzel a fájdalommal, amit anyukám elvesztése okozott, ezzel a feldolgozhatatlan traumával tudott a Jóisten rávezetni erre az útra. És valójában az ember másból nem ért és nem tanul, csak a fájdalomból. És ha kicsi fájdalomból nem értesz, majd értesz a nagyból. És ha abból sem, akkor jön a brutális. Na, ez a brutális volt anyukám elvesztése. Édesapám elvesztése is nehéz volt, de más. Más volt. Édesapám nagyon-nagyon-nagyon jó ember volt. Édesapám nagyon szeretett élni. 90, hát nem töltötte, pont nem töltötte be a 93-at, de nem sok hiányzott, tehát úgy mondjuk 93 évig élt. Tehát igen, szép kort ért meg. Apukám nagyon ragaszkodott az élethez, anyukám meg nagyon nem. És valójában amúgy én sem. Tehát nagyon-nagyon érdekes ellentétpáros volt az én szüleim. Az egyik, aki mennyire itt imádta az életet, és a másik mennyire nem. És én a mennyire nem típusú attitűdöt, hangulatot örököltem, ha így tetszik. Megint ugye az öröklés, erről szintén voltak videók. Ezeket nem genetikailag öröklött, hanem karmailag. Tehát egyértelműen a szülőgyermeknek összefonódik a karmája. És pontosan ezért, mivel összefonódik a karma, és pontosan ezért, mivel a karma nem erre az egy megtestesült életre, hanem valójában az életre, ami öröktől fogva való. Szóval ebben a hosszú intervallumban fonódott össze például én és az én édesanyám karmája. Ezért rendkívül fontos, hogy mit és hogyan cselekszek, mert ez hat anyukámra. Ez hat anyukámra. És egy szülőért akkor teszed a legtöbbet, ha olyan dolgokat végzel, akár lelki gyakorlatok, meg mindenféle tevékenységek, amik igen lelki vonatkozásúak,
hogy ezzel tisztítom az ő karmáját is. És még ha esetlegesen nehéz anyagi sorba, esetleg betegségekkel kellett karmikusan most leszületnie, és most éppen 8 évesen, mit tudom én, nehézségekkel szembesülve éli a kis gyermekkorát. De ha csinálom és jól csinálom az én jelenlegi életemet, akkor, ha úgy tetszik, akkor érheti anyukámat. Nagyon nagy szerencse az ő jelenlegi életében. És sokszor kérdezitek, hogy akikkel most vagyunk, velük találkozunk-e a következő életeink valamelyikében. Előfordul, de túlnyomó részt nem. Tehát aki most a gyermeked volt, egyáltalán nem biztos, hogy a következő életedben bármiféle kapcsolatban lennél vele. És nem is erről szól. Tehát vannak olyan személyek, akik például önszántukból összekötik az életüket, mondjuk egy védikus esküvővel, vagy különböző fogadalmakkal, vagy karmikusan kapcsolódik úgy az életük, amit jelen életükben nem tudnak kiélni, megvalósítani, vagy elszenvedni, és ezért a felsőbb elrendezés következtében a következő életeik valamelyikében be kell, hogy teljesítsék az egymással szemben tett fogadalmukat, ígéretüket, kiegyenlítsék a tartozásukat. De összességébe véve nem találkozunk többet. És hogy ezeket is így megértve és elfogadva, tehát nem csak, hogy dumálsz valamiről, hogy igen, a mennyországban van az anyukám, minden, de közben mardos a lelkiismeret, a fájdalom, a hiány, az még csak az elmélet. A gyakorlat az, amikor már úgy tudsz beszélni az eltávozott szüleidről, anyukádról, hogy örömmel és békességben. Persze, majdnem könyvbe lábad az ember szeme, mikor az anyukája beszél. De már nem rosszul. Már nem olyan fájdalommal. De hát, csak fölhívnám, hogy mi újság. Meg persze, innánk egy kávé. Minden traumának, minden nehézségnek nem az a célja, hogy megnyomorítson lelkileg, mentálisan, pszichikailag, akár anyagilag, mert ugye eldrogozod az életed, vagy eliszod. Hányan vannak ilyenek? De nem ezért van. Hanem a te fejlődésedet és a tanulásodat szolgálja. Illetőleg kényszeríti ki. És akik nem tanulnak semmiből, velük újra és újra és újra és újra megtörténnek ilyen sorscsapások, amíg meg nem érti a leckét. De ilyenkor nem szoktam veled játszani, amikor videót készítek, ezt te is tudod. Kezdődik a rángatás. Meg beleharap az ujjamba véletlenül. Nagyon köszönöm, anyukám, a rengeteg leckét és tanítást. És természetesen némi szomorúsággal tölt el, hogy ahhoz, hogy ezek a tanítások és leckék beérjenek, ehhez neked el kellett menni. Miközben tudom, hogy,
hogy az élet végső célja a halál. És tudom, hogy anyukám eredendően egy nagyon jó ember volt, és bízom benne, hogy kiérdemelt egy jobb leszületést, tehát elég sok karmát el tudott égetni ebben az életében ahhoz, hogy a következőt már egy jobb pályáról indítsa, és én mindent el fog követni azért, hogy őt a jelenlegi megtestesülésében én innen támogassam és emeljem, mert erre megvan a lehetőségem, pusztán azzal, ahogyan viselkedek és ahogyan élek. Ugyanis amíg én élek, az addig a jelenlegi anyukám karmájára is hat, és egyébként az apukámére is. És egyébként ezért nagyon fontos, hogy hogy neveli az ember a saját gyermekét, mert én a testem elhagyása után ugyanúgy élvezni vagy szenvedni fogom a saját leszármazottaim karmikus cselekedeteit. Tehát nem véletlenül kerülsz egy családba, nem véletlenül hozol létre utódokat. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan neveled a gyermekeidet, pillanat. És nagyon nagy tévedésben van az, aki azt gondolja, hogy ha 18 éves a gyerek is kirepült a családi fészekből, akkor már nincs vele dolgom. De van. Hogy tudatos vagy-e róla, vagy sem, az másodlagos. De nem véletlenül vagytok családtagok. Minden családtaggal egyébként karmikus kapcsolatunk van. Tehát az ugye nem egy választható, hanem egy eleve elrendelt kapcsolat. Tehát egy barátnőt, egy férjet, feleséget választhatsz, meg azt mondjuk azért valamennyire egyébként nem. De úgy mondjuk, hogy el tudod dönteni, hogy legyen gyereked vagy sem. Nem tudod eldönteni. Az is egyébként el van rendelve, hogy neked mikor lesz gyerekem. De ugye úgy kell mondani, hogy abban van beleszólásod. Oké, van. De az anyuka, apuka az el van neked rendelve. Ugye vannak olyan spirituális irányzatok, ahol azt vallják, hogy mi döntjük el, hogy hová szülessünk le, meg kihez. Tiszteletben tartom ezt a nézőpontot, egyáltalán nem osztom. Tehát te, amikor ott fönt kis lélekszikraként ragyogsz, és akkor van egy apuka meg egy anyuka, te azt nem látod az ő jövőjüket, tehát mi alapján döntenéd el te, hogy hozzájuk fogsz teleszületni, vagy hozzájuk akarsz teleszületni, mert ugye, tehát ezt... De mindig az ujjamat is megharapod. Muszáj vagyok vele is foglalkozni, mert úgyse hagy még. Persze még majd a lábamat is harap már meg, légy szíves, azokkal a kis apró tűhelyes fogaiddal. Az a külön kedvencem. Tehát az én jelenlegi megértésem szerint te honnan a fenéből tudhatnád, hogy te pont abba a családba akarsz leszületni, és pont azokkal a nehézségekkel és örömökkel szeretnél tapasztalati úton találkozni, amit majd az a család tud neked nyújtani. Számomra ez elfogadhatatlan. Pontosabban elfogadható, tehát én elfogadom, hogy nagyon sokan ezt így vallják, így gondolnak erre a dologra. Én ebben egyértelműen azt mondom, hogy csupán egy olyan magasabb intelligencia, magasabb létforma, egyébként nevezzük Krisnának vagy Istennek, aki tudatos arról, hogy abban a családban mi és hogy fog majd bekövetkezni, és mi milyen kapcsolatban kell, hogy álljon egymással, és kinek milyen tapasztalatokra van szüksége, hiszen egy lélek, hogy mit akar megélni az anyagi világban, az igaz, hogy a vágyaink alapján születünk le. De ennyi. Tehát, hogy vannak vágyaink. De hogy aztán abban az életben mi fog velünk történni, meg hogy esetleg betegen születünk, vagy csóró, vagy éppen gazdag családba, vagy ilyesmi, az én egyéni
hitre, hitvallásom szerint, vagy elképzelésem szerint teljesen független a mi konkrét vágyunktól, vagy szándékunktól, vagy akaratunktól. És például nekem már nincsenek egyáltalán ilyen típusú gondolataim, hogy én szeretnék anyukámmal a következő életemben találkozni. Meg ilyenek, tehát hogy jó, mennyország, és akkor majd a mennyországban találkozni. Eleve a mennyországban, tehát a mennyei birodalom ugye egy létező dolog, de az még mindig az anyagi univerzumon belül van, és ott egyszerűen csak megszületsz egy 16 éves körüli testben, és amíg el nem kell jönnöd onnan, addig abban a majdnem hogy tökéletes testben vagy, betegségektől, fáradtságtól, meg mindenféle egyéb ilyen negatív dologtól mentesen, és tulajdonképpen az élvezetről szól a létezés a mennyei birodalomban. Ott nem keresgéled az anyukádat, meg a tesódat, meg a kutyádat, csak élvezel. Aztán visszajössz ide, amikor letelt a jó cselekedeteid visszahatása. Ugyanez a pokol is. Pokolba se keresgél senkit. Letöltöd a büntit, aztán jössz vissza ide. Szóval én nem vágyom a jelenlegi testem anyukájának a lélek szikrájával való találkozására, mert megértettem, hogy millió és millió anyukám volt már, és jó eséllyel még millió és millió anyukám lesz. De ebben a jelenlegi létformában is, így, hogy mint Juhász Tamás Miklós, egyértelműen az én megboldogult anyukámnak tartozom a legtöbbel, nem anyagilag, nem erkölcsileg, nem sehogy sem, hanem csak úgy, hogy az én hátralévő életemben elkövetett dolgokkal vagy hasznára válok az ő jelenlegi karmikus életének, vagy kárára. És mivel szeretem annyira anyukámat, persze a teste elment, de anyukám amúgy, mint lélek, ő nem ment sehova, itt van. Csak egy másik testben. De szeretem annyira anyukámat, hogy mindent elkövessek azért, hogy ő neki jó legyen. És ehhez semmi más nem kell tennem. Mint nem ártani senkinek, és minél több olyan dolgot megnyilvánítani, megvalósítani, ami energetikailag jól hat mind rá, mind az egész univerzumra. Nem csak azért, mert jónak lenni jó, hanem mert minden esetben, amit adsz, azt kapsz. Tehát ha nem is ezért tenném, hanem önző szándékból magamért, akkor sem cselekednék másként, hiszen amit adok, azt kapok, szeretnék jót kapni, ezért szívesen adok jót. Nem szeretnék fájdalmat és szenvedést kapni, ezért nem okozok fájdalmat és szenvedést. De mindezt annak tudatában tenni, hogy ezt édesanyámért és édesapámért is teszem, ez valahogy úgy megszínesíti, meg nemesíti ezt a törekvésemet. És ez olyan jó. És örömmel gondolok mindig anyukámra. És már nem azzal a fájdalommal, mint korábban, amíg nem foglalkoztam, ugye, komolyabban vallással, hitélettel, energiákkal, karmával, összefüggésekkel, visszahatásokkal, rezgéssel, lélekkel. Az élet igazi és komoly nagy dolgait felfogni és megérteni csupán egy élet vonatkozásában képtelenség. Tehát már csak azt megérteni,
hogy miért vannak borzasztó nagy különbségek leszületés és leszületés között, akár anyagi helyzet, akár testi egészség tekintetében, fizikális vagy mentális képességek tekintetében. Tehát ugye az az egyszer élünkben, ez egy véletlen. Ez dobta a gép. Elzárod a lehetőségét is a megértésnek. Ezzel a kijelentéssel, hogy egyszer élünk. És akik valójában így élik az életet, hogy egyszer élünk, ők nagyon sok dolog, nem is az, hogy megértéséhez, hanem igazi megvalósításához tulajdonképpen ellehetetlenítik az utat. Tehát képtelenek lesznek ténylegesen feldolgozni olyan dolgokat, amit egy életen belül, ezt a így alakult, meg ősrobbanás, meg véletlen, ezekkel nem tudod megmagyarázni, és amit nem tudsz megmagyarázni, azt valójában soha nem is fogod tudni feldolgozni. Elméletben tudod, igen, volt az ősrobbanás, én most élek, meghalok, vége, nincs tovább, hát de akkor ne is gondolkozzál ilyeneken, hogy karma, meg mi lett a szüleimmel a halála után, mert egyébként a legtöbb ateista is beszél anyukájához és apukájához, vagy akár a kutyájához, az elhunyt kutyájához. Hát egy csomó olyan emberről tudok, aki a nyuszi, elhunyt nyusziával beszélget. És beszélget vele. De hát kivel beszélgetsz? Nyilván nem a döglött nyuszival, amit már elástál, vagy elhamvasztottál, vagy éppen az elhunyt emberrel, hanem a lélekkel. És ezért nagyon fontos az ilyen típusú élet, vitel. Na jól van, elköszönök. Ez a mai nap az emlékezésé volt és van. De csak akkor ér valamit az ilyen nap, ha fejlődünk általa. Tehát számomra amúgy is elképzelhetetlen lenne, pont beszélgettük ezt testvéremmel, hogy hát én nem járnék ki a temetőbe egy sírhoz. Egy bomló testet, meg az fölötte levő sírrészt kapálgatni egy épp egyszer. Számomra ez hát egyrészt fölösleges, másrészt hát igazából értelmetlen. Mert nem ez a lényeg, hogy egy évben egyszer világfájdalommal járjak a tereken. Én szerencsétlen elveszítettem az anyukámat és vagy az apukámat. Hanem öröm járja át a szívem. Mert tudom, hogy jó helyen van. És tudom, hogy ha rajtam múlik, akkor még jobb helyen lesz. Om Tat Sat. Hari Krishna. Hari Haribol. Köszönöm, drága édesanyám, hogy a gyermeked lehettem. Köszönöm a rengeteg tanítást, és bár nehéz kimondani, és nagyon-nagyon fájdalmas, de köszönöm, hogy a haláloddal átadtad nekem az igazán fontos és nekem életmentő tanítást. Tulajdonképpen az egész életeddel, feláldoztad magad az én életemért. Az én lelki fejlődés életemért. És mivel most már erről tudatos vagyok, és tudom, hogy mi a kötelességem és feladatom, hogy viszont szolgáljam a te jelenlegi
lelki életedet, és erre minden lehetőségem megvan. És élek is vele. Haliból.